Novemberben nyújtott be törvényjavaslatot a boltok vasárnapi zárvatartásáról a kereszténydemokrata néppárt. A kezdeményezés célja, hogy legyen egy családi pihenőnap. A zárvatartási rendelet csak a 400 négyzetméter fölötti boltokra vonatkozna, így a kisebbeknek, ahol jellemzően tulajdonosként vagy családtagként dolgoznak, nem kellene zárva tartani, ezzel is csökkenne a kiskereskedők versenyhátránya. Több más európai országban sem ismeretlen a vasárnapi zárvatartás. Ausztriában, Franciaországban és Németországban sincsenek nyitva a boltok. A magyar élelmiszerkereskedelem három legnagyobb forgalmú hazai tulajdonú üzletlánca, a CBA, a Coop és a Real a leghatározottabban támogatja a vasárnapi zárvatartást. A Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége szerint viszont súlyos következményekkel járna a javaslat elfogadása, mert elbocsátásokat és bércsökkentést eredményezne. Vendégem Tarnai Richárd kormány megbízott, Pest megyei kormány megbízott. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, üdvözlöm! Ez egy elég komoly vita. Szerintem az utóbbi napokban szinte mindenki megszólalt ebben az ügyben, hogy legyenek nyitva, vagy ne legyenek nyitva a boltok vasárnap. Miért van arra szükség, hogy zárjuk be vasárnap? Azt gondolom, ez a javaslat a szabadságot adja vissza azoknak az embereknek, akik több ezeren, több tízezeren a kereskedelemben dolgoznak. Jelenleg ugyanis nem az ő döntésüktől függ, hogy vasárnap mit szeretnének csinálni, hanem a munkáltatójuktól, aki megmondja, hogy vasárnap egyébként fáradjon be, mert ha nem jön be, akkor esetleg a következő héten már munkája sem lesz. A szabadságot adja vissza a kereskedelemben dolgozóknak is, és egyébként szerintem más sem ér olyan iszonyatosan nagy hátrány. Ez hány embert érint, hányan dolgoznak vasárnaponként üzletekben? Több tízezres nagyságrendről beszélünk, és hát a felméréseink, illetve a munkatársainknak a vizsgálódása is azt mutatják, hogy kb. 70-71%-a a munkáltatóknak visszaél a vasárnapi munkavégzés kapcsán a jogszabályokat, tehát ennyien járnak rosszul a munkavállalók. Itt leginkább a nyilvántartási kötelezettségek vezetésével van gond, vagy nem vezetik, vagy részlegesen vezetik. Az mit jelent, vagy ez hamisat. Miért rossz a dolgozónak? Hát azért, mert ha dolgozik valaki 8 órát, és az van papíron, hogy 4 órát dolgozott, akkor hátrány éri őt, hátrány a munkabére kifizetésében, a járulékok tekintetében, a napi pihenőidő, az éves szabadság tekintetében, tehát mindenképpen rosszul jár a munkavállaló. Nem véletlen, hogy a szakszervezetek is támogatják ezt a javaslatot, ennek az elfogadását. Mi ennek az oka, hogy ezek az ellenőrzések, vagy megbuktak az ellenőrzéseknél, hogy vasárnaponként amúgy eddig nem ellenőriztünk? Folyamatosan ellenőriztünk, most azokat az adatokat gyűjtöttük össze, amelyek kifejezetten a vasárnapi munkavégzésre vonatkoznak. Egyébként többször elhangzik, hogy hát mikor lehet bevásárolni, hiszen az embereknek sokszor szombat-vasárnap van idejük erre. Nézze, hogyha önnek fáj a lába, feje, hasa, bármilyen, akkor akármennyire is akar, de nem tud elmenni a járóbeteg szakrendelőbe hétvégén, sőt szombaton sem tud elmenni. Ha nagyon nagy a baj, akkor elmegy az ügyeletre. Azt gondolom, ugyanez lesz a kereskedelemben is. Valóban dömpert mondjuk nem fog tudni venni a gyereknek vasárnap, meg nem tudom, ruhát nem fog tudni venni, de egyébként, hogyha nagyon nagy a baj, akkor a kisközértek nyitva vannak, bevásárolni tud, meg tudja venni a vendéglátáshoz szükséges dolgokat, és egyáltalán ami egy közértben kapható, úgyhogy nagyjából a bevásárlóközpontnak felel meg a járóbeteg szakrendelő, és az ügyeletnek felel meg a kisközért. Na akkor tegyük helyre, hogy kiket érint elsősorban akkor ez a bezárás. Nem bezárás, hanem a nyitvatartási időnek a szabályozása. Igen. Fogalmazunk így. A 400 négyzetméternél nagyobb bevásárlóközpontokat érinti. Ugye itt van leginkább az a helyzet, hogy a munkavállalók tömegesen dolgoznak, és nem mondhatnak nemet a főnöküknek. Egyébként ugyanez a szabályozás a kisközérteknél is annyiban érvényes, hogy csak a tulajdonos és családtagjai dolgozhatnak, hogy nehogy az legyen, hogyha mondjuk minimum egy dolgozót alkalmaznak, aki nem a családtagja, akkor őt is ilyen-olyan módon kényszeríthetnék a munkavégzésre. Tehát mi nem a vagy a nagy, vagy a kicsik kérdésben szeretnénk e tekintetben jogszabálymódosítást elérni. Teljesen mindegy, hogy nagy bevásárlóközpont vagy kis közért, a munkavállalónak legyen meg a szabadsága, hogy maga döntse el, hogy vasárnap egyébként mit szeretne csinálni. Ki mit szól hozzá? Most már egy jó ideje viták zajlanak a témában. Sok pro és kontra érvet el lehet vagy hallani. Itt most azt hallhattuk a bejátszásban, hogy munkájukat fogják elveszteni a munkavállalók, ezt leginkább a munkáltatók mondják, akiket én nem féltek, azért a profitjukat ők meg fogják keresni a hátralévő 6 napban is. Tehát e tekintetben én nem aggódnék, illetve talán emlékszünk rá, hogy a nem dohányzók védelméről szóló törvény elfogadása kapcsán is az volt a riogatás, hogyha nem lehet majd dohányozni az éttermekben, pubokban, különböző mulatókban, akkor meg fog szűnni
jönni tehát a forgalom vissza fog esni, sok ember elveszti a munkáját, és mit látunk, hogy az éttermek ugyanúgy nyitva tartanak, sőt, a forgalom kisebb fajta növekedését is tapasztalhatunk, és senki nem veszett el az állását. Azt gondolom, itt is ez riogatás, hogy elvesztik az emberek a munkájukat, hiszen jelenleg is azt látjuk, hogy a különböző üzletekben munkaerő hiány van, mondjuk a pékségen dolgozó kollégákat átküldik a zöldséges pulthoz, és ami egyébként nem szabályos, zárójelben szeretném ezt megjegyezni. Tehát jelenleg is munkaerő hiány van, én azt gondolom, hogy ez kiegyenlítődik ebben az intézkedéssel. Nagyon röviden, hogyha ezt bevezetik, akkor mikortól, és lehet-e bármilyen kompromisszumos megoldás, hogy mindenki jól járjon? Mindenképpen kompromisszumos javaslatot szeretne a parlamenti többség elfogadni, és mivel a szakszervezetek, akik a munkavállalók érdekeit képviselik, ők is emellett a javaslat mellett állnak, biztos vagyok benne, hogy olyan megoldás és olyan hatályba lépési időpont fog születni, ami minden érintettnek jó, és az a kis kellemetlenség, ami a vásárlót érinti, az az európai minta hatására nem fogja a hatását érzékeltetni a későbbiekben. Fogunk még sokat erről beszélgetni szerintem. Köszönöm, hogy itt van. Köszönöm szépen én is.